Cukorbetegség népbetegség, a száma növekszik világszerte, és hazánkban is egyre több olyan egyén van, aki együtt él a cukorbetegségével, tud róla, de sajnos nagyon sokan olyanok is vannak, akik nem tudnak róla, de együtt élnek a cukorbetegségükkel. Ugyanis a cukorbetegség egy kicsit magasabb vércukor, vagy akár egy nagyon, nagyon magas vércukor sem biztos, hogy tünetekkel jár együtt. Lehetséges, hogy tünetmentes állapotban évekig fennáll, és csak amikor egy fertőzés jön, amikor valami felborítja ezt az egyensúlyt, akkor derül ki, hogy az illető egyének cukorbetegsége van. De azt gondolom, hogyha összességében cukorbetegségről beszélünk, akkor két alapvető kezelési módot kell megemlíteni. Az egyik a helyes táplálkozás, hívhatjuk ezt diétának is, a másik pedig a mozgás, a rendszeres, tudatosan a napi tevékenységhez beiktatott mozgás. Ez a két alappillére a cukorbetegség kezelésének, és a harmadik az, ami hozzájön, az az orvosi terápia, a gyógyszeres terápia. Úgy kell elképzelni az egész dolgot, mint egy háromlábú szék, ami ugye nagyon stabilan áll, ha mind a három lába rendben van. Ha a három láb közül, akár a diéta, akár a mozgás, akár a gyógyszeres terápia valami miatt nem megfelelő, akkor ez ugye borul. Az anyagcsere helyzet is borul, és aztán jöhetnek a szövődmények. Mert hát tulajdonképpen a kezelésének a legfontosabb célja, hogy megelőzzük a szövődményeket. Ezért kell idejekorán fölismerni. Olyankor még nagyon gyakran elképzelhető, hogy mindenfajta tabletta, injekció nélkül egyensúlyba tartható az a cukorbetegség, amit diagnosztizálunk, akár egy cukorterheléses módszerrel, vagy csak egyszerű ismételt vérvétellel. Tehát van rá mód és lehetőség, hogy jól karban tartsuk ezt, de ehhez kell az az egyén, aki cukorbeteg lett, és ő neki kell eldöntenie, hogy hajlandó-e azokat a javaslatokat megfogadni, amit a kezelőorvos, a diabetológus számára javasol. Mert ugye mi csak javaslatokat teszünk. Vannak olyan dolgok, amik úgy bejutottak már a köztudatba is, hogy egy cukorbetegnek ötször kell lennie. És akkor jön a cukorbeteg, na de doktor úr, ha én ötször eszem, akkor én nagyon meg fogok hízni, és ugye a túlsúlyom az egyik probléma. Ilyenkor az ember azt gondolja, hogy a beteget meg kell győzni arról, hogy egy napi mennyiségnél többet ne fogyasszon el, és az ötszöri elosztásba férjen bele. Gyakorlatilag az ötszöri étkezésnek csak azért van lényeges szerepe, mert ha valaki táplálkozik és elfogyasztja az ételt, az 2,5-3 óra múlva esetleg éhségérzet jön. És ezeknek az éhségérzeteknek a megszüntetésére vannak ezek a közti étkezések. De a közti étkezést 10 órai vagy uzsonna szempontjából azt úgy kell elképzelni, hogy az ember elfogyaszt egy almát, például egy gyümölcsön. Vagy egy kis salátát eszik egy 1 deci, másfél deci kefír joghurttal valamivel összekeverve, ez teljesen jó. De nem azt jelenti, hogy itt megeszek 2 zsemlét, 3 deka szalámival, vagy akármivel, mert az biztos, hogy túlzott kalóriabevitelt jelentene, pláne akkor, hogyha a mozgás is kevés. Tehát az ötszöri étkezés az általában javasolt, de van, aki háromszori étkezéssel is nagyon jól meg tud lenni, és azért nemzetközi vizsgálatok vannak arra, hogy háromszori étkezéssel is lehet jó anyagcsere helyzetet elérni. De van egy speciális helyzet, a diabétesz felismerésekor, például egy ilyen kettes típusú cukorbetegségnél, ahol még van saját inzulin termelés, de mondjuk az elégtelen vagy nem tudja kifejteni a hatását kellő módon, és ilyenkor a gyors anyagcsere rendezés szempontjából például indítunk egy inzulin terápiával, de az az inzulin terápia az csak arra szolgál, hogy megszüntessük azt a 20-as, 15-ös vércukrokat, lehozzuk a normál értékre 5 és 7 millimol per liter közé ezeket a vércukrokat, és utána tartósan azt megőrizzük. De nem muszáj ott tartani ezt a beteget ezen az inzulinon, mert ő neki egy frissen felfedezett cukorbetegsége van, ő közben megtanulja a diétát, a helyes táplálkozást, elkezd mozogni, amikor már alacsonyabb a vércukra és 10 millimol per liter alatt van, és lehet, hogy tablettával kiegészítve, vagy akár tabletta nélkül is, átállítható az addig inzulin kezelésről tablettás kezelésre.